Sziasztok! Én Márton vagyok, és folytatjuk a Universe módot a HCV-ben. Leszögezném, hogy ez most ilyen Season 2 Underground tut visszatér a dolog. Most már bepróbálok rendszert fenntartani. Heti kettővel fogunk először megpróbálkozni, és meglátjuk, hogy fog ez sikerülni. Fix nap, az tervben van, hogy akkor egy fix napon lesznek részek. Hogy akkor fix heti kettő, vagy heti... hetente két napon lesznek ugye részek, és akkor ezek fix napok lesznek, mint ugye minden hétfőn van HCV Underground, ugye az IRL. És hogy akkor... szombat, szerda. Az úgy. Talán. Tartható lenne. De nem ígérek semmit, az egy heti kettő. A hétvégén, mert meg hétköznap lesz valamikor, az fix, az a fix, és hogy akkor emellett lesznek további wrestling tartalmú videók, ez ilyen gyors kis disclaimer, és hogy még annyi szögezzünk le, hogy a Universe mód az alternatív, és a HCV-s, ami IRL a HCV-ben történik, az semmilyen formában nem kapcsolódik, tehát hogy más bajnokok, más sztorik, más hogyan lesznek sztorik, más karakter, más minden. Tehát, hogy csak így a váz a HCV, és én itt inkább a storytellingre vagyok, tehát, hogy írtad a kommentekben még a régebbi részeknél, hogy miért én játszom. Mert hogy ugye meccs közben váltogatom. Ugye ez azért, mert hogy fontos az, ugye a sztori szempontjából is, hogy egy meccsben hogy nyer egy adott birkózó éppen, vagy hogy ugye a játék automatikusan milyen eventet, ugye azt szerint is megy a sztori valamilyen szinten, ha meg nagyon olyan van, akkor azt meg kivágom utólag, és akkor az ugye nem történik meg, mert ugye csak az számít, amit ti láttok. Úgyhogy, ja, itt a storytelling a lényeg, és hogy ez egy alternatív, tehát teljesen ez egy más dolog, tehát ne keverjétek össze, meg hogy ne írjátok le, hogy mekkora fasz vagyok, mert hogy nem is az a bajnok, tehát hogy nyugi, tudom. És ugye ennek okán ugye Boldót is már nyilván úgy akarom, hogy akkor majd itt máshogyan írjuk ki a storyból, vagy ugye jelenleg BT a Revolution bajnok, ezért nem is biztos, hogy BT ki lesz írva a storyból. Tehát teljesen más, tehát ettől vonatkoztassunk el. Kérlek szépen titeket. Ez ilyen gyors kis bejelentés, nézzük az Undergroundot. Első mérkőzésként érkezik Hős Antal versus Ozzy Spencer. Hős Antal ugye itt a Universe módban a dicsőség napján debütált. IRL tudom, hogy nem így van, meg minden, csak hogy különböző a dolog. Meg, hogy majd, meg minden, tehát nyugi, don't fos. Tehát Hős Antal a dicsőségnapján debütált Kazakov ellen, és ez egy domináns győzelem, mert gyakorlatilag egyenlőre jogosan hívja magát legbiztosabb tipnek, a stadionok alfája. Lássuk, hogy a 130 kg szamai tank ellen mit kezd. Íme itt is van a foci huligán, Hős Antal. Ugye egy normál szabályrendszerben zajló mérkőzés, tehát feladásra vagy kétvára fejtetéssel érhető el a győzelem, vagy kiszámolással, vagy pedig diszkvalifikációval érhető el győzelem. Hős Antalt és más birkózót is letölthetitek a Marton KM hashtaggel, vagy pedig a HCV hashtaggel, vannak fent a Community Creations-be. És most érkezik a szomai tank a maga 130 kilójával. A legfrissebb csapat a Williams 50%-a, még ők nem vívtak tag team meccset. De Ozzy Spencer már Williams stílóba van, gyakorlatilag. És hát bebattyog
a ringbe ő is. Szűs Antalnak nem lesz könnyű feladata, azt kell mondanom. Így Ozi ellen, kapásból. Ugye Ozi már több mint 10 éve itt van a HCV-ben. Korábbi Revolution bajnok és Tag Team bajnok. Antal versus Ozzy Spencer. Lássuk milyen mérkőzés lesz. Ajaj, Ozzy Spencer egyelőre bekezd. Hős Antal erre válaszol egy térdes. Ozzy most. Egy kombóval. Gyakorlatilag Hős Antal a földre rogyott. Egy sidewalk slam, így van. Hős Antalnak eddig nem annyira jó a szénája, azt kell mondanom. De most, Hős. Egy fejelés Ozinak. Most Hős ünnepelteti magát. Ó, egy gyönyörű szép lábsöprés. Majd pedig egy line, de nem, mert Ozi végül betalál a line-nal. Még egy sidewalk slamra menne, de ezt most már Hős hárítani tudja. Majd pedig egy suplex Ozinak. Úristen, mekkora erő. De megvan Ozi. Pontosabban Hősnek, Ozinak a suplex. Vaj pedig. Egy kis strike. És... ó, a kötereket használja Hős. Hát ez nem volt éppen sportszerű. Vaj pedig a lábát kezdje el rugdosni Ozinak. De próbálja kivágni a fát. Most Ozi most felpattan. De Hős egy gátkikkel oda teremti a kötélhez, vippeli Ozit, és nem. Ozi kijön, shoulder tackle, nem talál be, Ozi ragadja meg Hőst. Ő viszi oda a kötélhez, majd Ozi. Ó, elméri a big bootot, ezt most Hős kihasználhatja, és egy pofon. Ajaj, ez nem volt valószínűleg jó, tehát Hőstől. Ó. Gátkik is mellé megy Ozitól, most viszont felkapja. Hős bajban. Ó, megfejelteti a ringsarkot. Ozi egyből folytatja a támadást. Majd egy fejelés is, Hős a földön. Azt mondja Ozi, hogy a sarokba. Hős kirobban onnan, és Antal hárít. Antal most vipperi Ozit. Ó, most ezt Ozi hárítja. Ozi most megfordítja Hőst. Mire készül? Úristen, jön a tank. Ó, hát jött a tank. Maradjunk annyiban. Felkapja Ozi. Úristen, kiemeli Hőst. És egy hatalmas military press power slam. Nem lepődnék meg, hogyha Hős ezek után nem kelne fel, de egyenőre Ozi nem. Kísérel meg tus kísérletet, egy csopp a mellkasra. Még egy csopp, ettől már Hős le is megy. Ó, Hős egészen egyszerűen lerántja Ozit, és majd egy hit to the back, ami már inkább fejre ment. Ozi most följön, Hős egyből, egyben egy Michinoku driver.
ad be, és Antal valamire készül. Talán a lengő lenne. Ott is van a lengő. Tus helyzet, itt lehet a vége a mérkőzésnek, hölgyeim és uram, és Ozi 2,9-nél kirúg. Antal sem hiszi el, Ozi Spencer köze felkelt. Elég erőteljesen. Majd még egy lengőt beszed a semmiből gyakorlatilag. Jézus már, és Hűsota nem megy tussa. Nem megy tussa, azt mondja. Ozi most ezt szárítja. Megvan a... Úristen, szamai dobás? Megvan a szamai dobás Antalnak. Tus helyzet, itt lehet a vége, itt van Ozi esélye. 1, 2, 2,9-nél Hős. Most kijön. Mekkora meccs, hölgyeim és uraim, Sős Antalnak comebackje van. Vissza is jön a meccsbe egyből. Látta az alkalmat, majd egy rúgást is be tud vinni. És most valószínűleg megint készült a lengőre. A lengőre készül Hős Antal valószínűleg. Ünnepeteti is magát. Ozi Spencer húzza fel magát a kötél segítségével. Ó, ott is van a lengő. Még egy. Ez már a harmadik a meccsen. Ebből már azt mondom, Ozi sem rúg ki. Így van. És Hős Antal továbbra is veretlen. Ugye eddig 2-0-as a mércéje itt a Universe módban. Hős Antal Steadingtól. Még Ozi Spencer. Ozi pedig kezet nyújt. Viszonylag sportszerű mérkőzés volt, ugye Antal egy-két helyen használta a kötelet, ugye mint fegyver, de ezen kívül sportszerűen győzte le, mondhatni Ozit. Második mérkőzésünk pedig egy tag team match lesz. Az Arrows of Hungary, a bajnok, a tag team bajnok, ugye a dicsőség napján nyerték meg az öveket itt a Universe módban. IRL tudom, hogy nem, ne izgulja, ne érle a komment szekcióba, hogy fie vagyok, nyugi. És most ismét egy presztízs mérkőzés gyakorlatilag a horvátok ellen. Ugye Deno Babic és Chris Jokic csapata, a Crow Wrestling, Croatian Wrestling csapata ellen. Ez egy szintiszta presztízs mérkőzés, hogyha itt most akár Jokicék meg tudnák verni az Eros, akkor gyakorlatilag fixen title match et kaptána gyakorlatilag, és a ranglétrán nagyon felmennének, aminek a tetején jelenleg az Arrows of Hungary áll. Itt is van az Arrows of Hungary, az új, nagyon menő és nagyon kényelmes pólóikban. A gallér az menő, egyébként az még plusz hozzá. Hát gyakorlatilag a HCV alapító atyái vannak ott most a ringben, de érkeznek a horvátok, akiket szintén szeret a közönség, viszonylag azt lehet mondani. Ugye Jokic már korábbi HCV bajnok volt, és szárnyai alá vette gyakorlatilag Deno Babicot. Horvátországban együtt edzenek, stb. Úgyhogy mindenképpen komoly mérkőzés lesz, és meglehetősen kompetitív mérkőzés várható szerintem. Na ugye az Eros mostanában bővíti a fegyvertárát, ugye Icarus is nagyon belement most már a catch wrestling világába gyakorlatilag.
És egyből egy body slammel indul a mérkőzés. Majd pedig egy plantálással Ikarus kezdi meg. Kicsit ünnepelteti magát, semmi komoly. Engedi, hogy Babich fölkeljen. Most Babich egy snapmer, majd egy rúgás. Ikarus most jön vissza. Ó! Szép, arm drag gyakorlatilag, vagy nem is tudom mi volt ez. Most egy forearm. Még egy forearm, ez a jobban betalál. A harmadiknál Jokic már jobb, gyorsabb volt. Vipper Ikarus a sarokukba. Valószínűleg jön Babich, de nem. És Ikarus tudja, hogy onnan most el kell vippenni a Jokicot. Így is van. Majd egy forearm megérkezik. Jön már is Dover. Egyből egy friss ember, Dover egyből tussa megy. Egyelőtt kirúgjuk, és ez várható volt. Dover, nem értem most miért csodálkozik ezen, ez még teljesen várható volt. Egy forrán nem lesz itt elég, Jokic most egy rúgással próbálkozik. De Dover inkább azt mondja, hogy hát akkor repülj. Jokic, repülj Falcon, repülj. Így van. Egy powerbomba. Végződő backsuplex volt ez gyakorlatilag. Jokicnak el kéne jutnia a tagig. Ó, így is van. Most megteheti. Jön Babich. Dover most egyébként nem tud mit kezdeni. Nem tudott volna mit kezdeni. Jokicsal, de a megérkező Babichot egy power slammel fogadja. És el kéne onnan vinni. Így is van. Ezt tudja jól. Majd leküld egy line-nal. Egy gyönyörű szép arm baszás gyakorlatilag. Ó, most ez Babich jön ki ebből. Ajaj. Ó. Vippeli Dover. Felkapja. De Babich ki tud jönni? Le tud jönni. Kéne a tech Dovernek is már lassan. Ó, Jawbreaker. Jön vissza Jokic. Dovernek most van esélye eljutni. Ikarusig, de nem. Próbál egyelőre még. Ajaj, ez most nem jött össze Jokicnak. Egy line-t próbált volna bevinni Dover, ami már inkább egy lariat. De ez sem sikerült. Jokic meg mászik a felső kötélre. Mire készül? Egy dropkick. Egy missile dropkick gyakorlatilag. Dover kúszik a sarku felé, de Jokic ezt megakadályozza. Nézzük. Ó, hát egy térd az arcba gyakorlatilag. Most Dover fel kell. Ó, majd ground and pound, hölgyeim és uraim. És jön vissza Ikarus. Ó. Ikarus nagyon jól tudja, hogy a őt érfelükön kell tartani. Gyönyörűen elfelezik a ringet. Amikor csak lehet. Úristen, azért Ikarus is. Ikarus sem felejtett a High Flyer-es múltjából. És most a stompokkal operál. Gyakorlatilag signature. Nézzük. Egy Brain Buster meg lehet. Meg is van.
gyönyörűen. És nézzük, hogy mi lesz ebből. Ebből a Heart of Europe lett, de Robreak sajnos közel van a kötélhez. Jokic, illetve Demo Babic is bejött a ringbe, azt mondjuk nem volt éppen szabályos. És ezt most Ikaros is benézi, kontrázni tud Jokic. De ez most mindig nem, mindig itt rontódik el a gépezet. Vip pedig be a sarokba. Jokic ugyan kúszna. És még egy rúgás a fejre. Jön vissza Dover. Az erőteljes Eros dominancia van a mérkőzésen. Ó, egy uppercut. Egy-két ütés. Most ott van, és Babis beteggeli magát. Igen, erre lehet számítani. De Dover megoldja gyakorlatilag. Efelől nincs kétség. Hát Jokic, amint magához tér, ki kéne mennie már a ringbe lassan. Hát Babicot is elintézik, ahogyan lehet látni a mellékelt ábrán. Ó, de Babic a semmiből. Ó, úristen, mekkora hárítás. És ezt most benézi Dover is. A Crow Wrestling visszajön a mérkőzésbe, hölgyeim és uraim. Coverral. De Robreak sajnos, sajnos Robreak. Ajjaj, hát Babis, te fordulj meg. Mert most viszont én egy feldühített Dover, így van, és hát Babis is megkapja magáét. Gyakorlatilag. Ó, ezt most szárítja Babis. Ez pedig Dover. És ezt is hárítja Babic. Ez pedig Dover. Hárítások, hárítások hátán. Majd pedig egy side effect-tel vett véget ennek a adok-kapoknak. És nem fogja hagyni valószínűleg, hogy Jokicig eljusson újra Babic. Egy power slam. Még rá rúg egyet Dover, és most már valószínűleg a discus clothesline. Ó, igen, és most be is talál. Nagyon csúnyán kapta Babic. Még egy line, de ez most már nincs bent. Lehetett volna váltani is akár. Ez most szárítja Dover, úristen, egy pillanatnyira megáll Babic az offenzívában, és ez Dover kegyetlenül kihasználja. De Babic közben eljut a tagig Babic. És a friss emberként most már Jokic tud jönni, Dover azonnal kigurul a ringből. Jokic megy utána. Ó, ezt pedig hárítja, de Dover azonnal visszaküldi. Tud kezdeményezni. Ó, ó, Jokic ezt most szintén állítani tudja. Kéne már a váltás Dovernek, el kéne jutni Gicáig, szerintem most már lassan. Vagy pedig valahogyan be kéne már fejezni ezt a mérkőzést Doveréknak, az most már mindenképpen jól jönne. Ó! Oh. Itt az esély! Az is megvan! Dover itt még nem végzett. Oda vitt pedig még utoljára. Ikaros meg elment. Pedig kéne most Dovernek a tag. Haló! Ikaros, gyere vissza! Ez mondjuk érdekes, érdekes. Hát Dover addig elintézi Ikaruszt. Igen, már jön vissza.
Duver még egyszer valószínűleg meg fogja próbálni oda vippelni. Hát nem. Inkább kisikerül. Jön Ikarus. Ugye végre friss ember. Az Erózak innentől fogva meg már mindegy, hogy hogy nyer. Csak nyerjen, az a lényeg. Ha kiszámolással nyer, az is ugyanúgy győzelemnek számít. De nem, 5-nél Jokic vissza tud jönni. És Ikarus ezt azonnal intézi gyakorlatilag. Gyönyörű szép hurikán Ranával. Azt most nem kéne engedni viszont, igen, Ikarus ezt jól is tudja. Majd pedig egy monkey flip variáns Icától. Ez is megvan Jokicnak. Ikarus azonnal intézi. Ó. Jokic bevitt pedig Ikarus a sarkukba, ez most veszélyes lehet. De, amint ezt kimondom, Ikarus kontrázni tud. Beleplantálja még. És mellé megy a rugás, és megvan a tag. Jön Babic. Nézzük. Ikarus ezt is hárítani tudja. És hát innentől kezdve... Ó, Moonsault. Ebből már meg lehet. Egy. Kettő. De kirúg Babic. Mondjuk azt. Mondjuk azt, Ikarus inkább kiengedi. Szomorú lenne, ha egy moonsault-tal érne véget. Ikarus ezt szépen akarja befejezni. Hát akkor nem. Akkor inkább body slam. Ezt meg Babic counteröli. Lehet, hogy már Doverre jó lenne visszaváltani. A szemébe nyúl, ez mondjuk DQ lenne. De a bíró valószínűleg nem látta. Ikarus kigurul. És hát, amíg Babic... Ó! Oh. Piszkos húzás Ikarusztól, egy picit ő is, de nem bírja egyszerűen kihasználni. Most ezt hárítja. Ezt is hárítja Babic. Ezt is Ikarus. Majd egy bulldog. Mekkora meccs. Nem bírja beadni Ikarus a finisherét. De ebből kijön. És most egy pump handle. Az ott bajos. Ó, azt a mindenit neki. Ó, még egy moonsault. Tot ráküldi Ikarus. És pozícióban van gyakorlatilag a Heart of Europe-ra. Babic, de szintén nem, megint nem tudja beadni. És egy sleeper hold. Hát a meccs ezen szakaszában már ez is veszélyes, de Ikarus pontosan tudja, mit kell ebben a ilyen helyzetekben csinálni. Még egy pump handle. Ugyanaz a manőver, ez működött. Ikarus ezt használja gyakorlatilag. Még egy rugás. Babic instant fel kell. Akkor Ikarus azt mondja, hogy még egy. Jokic beteggeli magát. Ikarus akkor azt mondja, hogy... Bám. És ott már a kötelektől is viszonylag messze. Az már nem lesz rope break, bent van a Heart of Europe. Hát Jokicnak innen nagyon nehéz lesz menekülnie. Kurva anyád. Mármint, hogy elnézi, de Jokic kiszabadul az... az lényeg, hogy Jokic kiszabadul.
Gyakorlat az csoda. Ikarusz ellöki magától. Rugás. Akkor. Ó, Jokic mi csinál? Úristen, ki ez Switch? Ez még veszélyes is lehet. Egynél visz azonban kirúg Ikarusz. Akkor Jokic azt mondja, hogy akkor inkább vippelem. Ikarusz azt mondja, hogy akkor inkább ne. Jokic ezbe most viszont belenézik Ikarusz. És ott van a sarkukba kiszolgáltat, hogy gyakorlatilag. És Jokic rakja fel. Valószínűleg ebből egy Spanish Fly lesz. De már nagyon fáradt. És bent van. Nem, egy arm drag, egy hatalmas arm drag. Pin. És egynél kirúg Ikarusz, Jokic sem hiszi el. Ajaj. Jokic, ne fordulj meg. Az nem lesz jó. Ó. Oh. Még egy pump handle Jokicnak. Azt a minden... A fejét a térdbe, térdével tette egyenlővé gyakorlatilag. És megint bent van a Heart of Europe, ott már közel van viszont a kötél, lehetséges, hogy row break lesz. Így is van, row break. Mikor lesz olyan ennek a mestek vége? Hal a bíró, power bomb. Ott viszont már lehetséges, hogy nem lesz kötél. Ikarusznak is erőt kell gyűjtenie. Így van, ott már viszont gyakorlatilag a ring közepén van bent a Heart of Europe végre másodjára. Onnan már Jokicnak sem lehet menekvés, így van, lekopogja. Az Arrows of Hunger-é, a pinfall. Pontosabban a submission és ezzel együtt a győzelem. Hát mekkora mes volt ez? Azért ezt nem vártam. Nem vártam. És a main event of the evening, hölgyeim és uraim, Szalai Zoltán kontra Boldo Brown cement kíséretében. Itt Szalai Zoltán akart ezt a mérkőzést, ugye? És hogy azt mondta, hogy minden meg fog tenni, ha Dovert elpusztítja. Ez mondjuk érdekes. Illetve, hogy ugye Szalai Zoltán szerepelt a dicsőség napján lévő létrás meccsben, ugye IRL is, meg ugye a Universe módban is, csak ugye a Universe módban az övért ment, a HCV övért, és ugye ott nem sikerült megnyernie a HCV övet, így hát Bexésben is látható változásokat eredményezett, de elsőként érkezik a parti állat, Boldo Brown. Ugye tesókája cement kíséretében. IRL tudom, hogy Boldo abba hagyta. Nyugi, nyugi, nyugi. Itt is már ki kell írni a sztoriból, nyugi. Nehéz. Na, nyugi. Don't fos. De most ugye itt van a parti állat. Boldo Brown. Olyan sok idő telt el a dicsőség napja és az Underground között, és ez az Underground között, hogy nem emlékszem, hogy nyerte Campyro ellen, vagy vesztette a dicsőség napján. Az biztos, hogy most itt van. És az ellenfele pedig. A titokzatos. A rejtélyes Szalai Zoltán. Ó, és Boldo Brown
nem vár, egyből neki akar támadni Zozinak. Zozi ezt észre is veszi, és gyakorlatilag neki megy Boldónak. Jézus Mária, ideje sem volt levenni a maszkot gyakorlatilag. Boldó már is inzultálja. De Szalai Zozi ezt könnyedén hárítja, és azt mondja, hogy akkor csináljuk. Egy óriási könyökös, és egy óriási dobás fogadja Boldót. Majd neki a Steel Stepsnek. Hoppá, Cement. Cement is beszól neki. Boldó ezt használja, akarná kihasználni, de inkább megesz egy ugyanolyan dobást Zozitól, és Zozi, pontosabban Zoltántól, már nem Zozi, ugye, már, ő már nem a szomszéd srác. Még egy dobás, azonban a meccs kezdet, hogy kezdetét vegye a meccs, ahhoz be kell menni a ringbe, Zozi is tudja, pontosabban Zoltán is tudja. Cement még próbálkozni akar, de Zozi bement a ringbe. És el is indul a meccs, egyből egy belly to belly. Zozi? Vagy mit csinál Zozi? Removolja a ring sarkot, és ő is eszi meg! Instant gyakorlatilag Szalai Zoltán van hátrányban. Pin! Egy! Egynél kirúg Boldó. Spinebuster! Vintage Zozi! Vintage Szalai Zoltán inkább. Egyébként bugol a játék, és átállítottam, hogy a gírjén is zöld legyen a cucc Zoltánnak, de hogy így nem. Játék úgy van vele, hogy nem. Hogy fuck you, és nem. Ezt most Zoltán benézi. Meg se kottyan! Boldó rúgása, Michonoku driver, túlsejtett ebből is. Egynél kirúg Boldó. Stomp! Egy csicskapofon. Hát Zoltán, ez most egy... nem tudom mivel állítja gyakorlatilag. És egy kombináció. Leg drop. Forearm. És egy... vagy forearm elbow. És egy nem tudom mi. Ilyen. Zoltánnak itt az esélye. Ezt most Boldó hárítja, Zoltán a ringen kívül találja magát nagyon gyorsan. Ugye hasonló súlycsoportban vannak. Sőt, kb. Ugyanabban a súlycsoportban vannak. És ugyanannyit is húznak fel, és minden erejük kb. Olyan, ha illetne fogalmazni. Boldó talán egy kicsivel tapasztaltabb, ugye 17-ben debütált, mint Zozi 19-ben. Ugye Zozi néven. De hát most már látjuk, hogy személyiségváltozáson is átment. És már nagyon nem az, aki keresi az útját. Vissza kéne menni, ez Zoltán is tudja, ő már vissza is megy a ringbe. Boldó még hezitál. És egyből egy dobás fogadja, majd egy térdes. Majd még egy térdes a hátra, Boldó már egyre rosszabb bőrben van. Valószínűleg tesókája Cement is már lerágta a körmét. A régen kívül. Ezt viszont most állítani tudja Boldó. Ahogyan ezt is Zozi.
Ó, adok, kapok. Megy gyakorlatilag. A bíró közben visszahelyezte az Zozi által levett sarokpárnát. Zozi most. Back suplex. Nagyon rosszul érkezett ebből a boldó. Majd pedig egy. Ó, Isten, backbreaker. Ezt már láthattuk Zozitól. Cover. Sérült hátra. Boldó nem biztos, hogy ki fog tudni ebből rúgni. Kettő. Zozi. Zozi kiengedi. Zozi azt mondja, hogy ő még nem végzett. És készül a sorsforgatóra. Most akarja befejezni. Cement. A ringben. Ó, ez nem is a sorsforgató. Ó! Micsoda mozdulat. Szalai Zoltán tisztán pinnelte Boldó Brown gyakorlatilag. Aki még az entranszánál támadja meg, támadta meg, és még úgy sem tudta legyőzni. És végig dominálta a mérkőzés Szalai Zoltán. Itt van a backbreaker. Ebből is már meg lett volna neki. De ő azt mondja, hogy nem. És Szalai Zoltán továbbra sem végzett Boldóval. Mit akar? Mit akar még? Mit akar még, Szalai? Ó. Ugye Boldónak már így is sérült a háta. Ó. Úristen, még egy backbreaker. Egy nagyon devastating backbreaker. És még egy ugyanilyen mozdulat. Ó. Szalai Zoltán megérkezett a HCV-be. Nem lepődném meg, ha Boldó ezután nem bírna szerepelni sokáig. Maradjunk annyiban. Hát ez volt mára. Így az Underground. Próbálok visszatérni erre a dologra, erre a Universe móddal próbálok visszatérni. Ha minden igaz, szombaton és szerdánként várhatóak részét, de heti kettő résszel próbálok szolgálni. Kivéve, hogy a gála van, akkor azt hát ebben a szombati napon próbáljuk majd megtartani, ugye a Universe módos gálát. Remélem, hogy tetszett és nem felejtettétek el a sztorikat, és hogy érdekel továbbra is titeket ez a Universe mód, mert hogy akkor én most visszatérünk, mert most gyakorlatilag fél évig azt csinálok, amit akarok. Úgy, hogy annyi időm van, hogy azt csinálok, amit akarok, és mindent is tudok csinálni, amit akarok. Közben leengedem így még a videó végére a redönyt, hogy legyen normális fény viszont, hát így még szarabb lett gyakorlatilag, szép volt. Így né. Szóval, ja, remélem, hogy akkor ez itt tetszik nektek, és akkor nézitek továbbra is. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel akkor, és heti kettő ilyen Universe módot megpróbálok akkor kiszülni magamból. Nyilván itt a storytelling részét élvezem nagyon, és hogy, ja, ez ilyen teljesen alternatív sztori, tehát, hogy HCV-vel, de semmi köze azon kívül, hogy ugyanazokkal a birkózókkal van. Jó, nem spoilerezek. Inkább akkor nem spoilerezeket téren. Szóval, ja, mindenképpen köszi szépen a figyelmet, sziasztok, hello, leírás, nézzétek, linkek ott vannak, Discord, Twitch, stb. Sziasztok, hello, most már tényleg, hello.